Ezek a felvételek a Pécsi Pumpapálya hivatalos átadóján készültek augusztus 23-án. Az a cél az ilyen létesítmények építésével, hogy olyan lehetőséget kínáljanak a gyerekeknek vagy idősebb korosztályoknak is, ami egészséges mozgásra készteti őket, mondta akkor az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Ahol ilyen pumpapályát építettünk, azt látjuk, hogy 20-30-50 gyerek délutánonként összegyűlik, és lelkesen használja ezeket a pumpapályákat, és folyamatosan ügyesednek. Egy közösségi találkozási pont is a pumpapálya a gyerekeknek, és ez szerintem mindenképpen így van jól. Bíztatom a várost, hogy akár a város másik részén is lehet pumpapályát vagy görpark pályát építeni. Azonban azokra jobban kell majd figyelnie a Pécsi önkormányzatnak, derült ki alig 2 héttel az átadó után. Apró, de annál bosszantóbb lopás történt ugyanis a Pécsi pumpapályán. A szervíz oszlopról vágtak le szerszámokat. Jól látszik, hogy összesen 5 szerszámot vágtak le a tolvajok vagy a tolvaj. Bár párat hagyott itt, azért szerintem ezzel mégis sok gyereknek a szórakozását rontotta el itt a helyszínen, akiknek haza kell majd menniük, hogyha nem tudják megszerelni a bicikliüket itt a pumpapályán. Ez volt a helyzet szerda akkora délután a Tüskésréti létesítménynél. Hiába kérdeztük akkor a városháza sajtósától telefonon, hogy ki vigyáz a pályára és ki fogja pótolni a szerszámokat, választ nem kaptunk azóta sem. A 750 négyzetméternyi aszfalt felülettel rendelkező kerékpáros pumpapálya és a környéke 20 milliós kormányzati támogatással összesen 60 millió forintból valósult meg.